Településen belül nem tilos sem az első ködlámpa, sem a hátsó ködzáró fény használata. Ugyancsak nem szabálytalan, ha a tömött kocsisorban haladva használjuk. Egyedül arra vonatkozóan kapunk egyértelmű tiltást, ha az autó nem a forgalmi okokból áll, vagyis parkol. Az ész nélküli ködlámpa használat viszont zavaró is lehet, sőt a legtöbb helyzetben inkább az. Használata rossz látási viszonyok mellett ajánlott, heves esőzésben, hófúvásban és persze sűrű ködben. Ez az a rész, amit rengetegen félreértelmeznek és úgy vélik, ha esik a hó, az eső vagy valamilyen mértékben köd van, akkor már használni kell. Ez viszont helytelen, olyan értelemben, hogy bár szabályt ugyan nem sért a használat, haszna viszont nincs, de a többi közlekedőt zavarjuk vele. Az első ködlámpa használata talán kevésbé zavaró, ám a helytelen beállítással erősen vakíthatjuk a szembejövőket. Akkor van jól beállítva, az autó előtti pár métert világítja be erősen az úttesten és annak szélén. Miután a sűrű ködben messzire világításnak hasza nem igazán van, az apró páracseppekről ugyanis visszaverődik a fény, így lényegében csak egy fénybuborékot csinálnánk magunk előtt, amitől pont hogy nem látjuk, amit látni kéne, vagyis a messzebbi autók fényeit. Csak akkor használjuk, ha nekünk segít, vagyis ha se közvilágítás, se természetes fény nincs már, és ezekből az első már ki is lövi a lakott területen való használatot. Ésszel használjuk, és csak akkor, ha másokat nem zavarunk vele, mert vakíthat. Az elsőnél viszont sokkal zavaróbb a ködzárófény használata. A ködzárófény lényege, hogy rossz látási viszonyok között a hátulról érkező autó sofőrje hamarabb vegyen észre, miután ez általában hasonló teljesítményű és fényerejű izzó, mint a féklámpa. Vagyis egészen addig, amíg nem jön mögöttünk senki, használhatjuk, és használjuk is erősködben vagy esőzésben, de amint jól láthatóan utolért, kapcsoljuk is le.